Csizma fetisista, te. Igen, azt akartam mondani, hogy Peleskei Zsuzsa stylist annyiféle csizmát hozott, hogy ezeket lehet hordani is, vagy ez csak ilyen dísz? Nem, ezeket lehet hordani, sőt kell például hordani. Például mondjuk ezt is? Igen. Ezeket kell hordani, annyira gyönyörűek. Tobzottam. Tobzottam. Tegnap az üzletekben. Neked férfi szemmel ezek közül melyik jön be, vagy teljesen fölösleges egy férfit megkérdezni, mert nekik úgyis egész betetszik egy öltözékhez. Igen. Most rátapintottál a lényegre egyébként, mert a csizma az körülbelül egyenértékű a ruhával. Aha. Tehát a csizma egy nagyon-nagyon erős hát akkor vagy ez, vagy az, ha ruha. Igen, akkor... Nem így értettem, hanem úgy... Én így, igen. Az a fontos, hogy ehhez kell igazítani a ruhát, és illetve a ruhát a csizmához, tehát hogyha nagyon díszített a csizma, akkor ahhoz után néz ki egy nagyon díszített ruha. Aha. Azt úgy kell egy ellensúlyozni, vagy úgy néz ki szépen, ha egy visszafogottabb ruhával, mondjuk ezt a csizmát mondjuk egy pasztel szürke ruhával vesszük föl, és mondjuk a kiegészítőkön van mondjuk egy-két gyöngy. És fordítva, hát hogyha nagyon minimalista a csizma, mondjuk ez a csizma, akkor ahhoz lehet egy erősebb ruhát fölvenni, aha, vagy díszítettebb ruhát. De a kettő együtt bután tud kinézni. Igen, Zsuzsa, és most nagyon sok ilyen rövidebb csizmát hoztál, hogy most akkor ez a menő, és most a hosszú, akkor most így eltűnőben van, vagy most mi a helyzet? Minden divat most. Szinte nem is nagyon találtam olyan csizmát, ami nincs bent. Talán a lovagló csizmát, amit különben kifutókon látok, de bent az üzletben nem. De az azon... pár év az még nagy, nagyon menő. Mindig szokott. Most van a comb közép, a térd alattérő és a boka is. Effektíve minden van. Nagyon más nincs is? Hát azért mondom, hogy effektíve most minden van. Amit én nagyon-nagyon szeretek, az a comb középig érő csizma. Viszont ennek a nehézsége, hogy ezt csak magas lányok viselhetik. Tehát ehhez kell egy magasság, mondjuk egy 170 centi. Meg egy vékony láb. Még talán a vékony láb nem is, mert akár egy szoknyával, ha ugye nem budjan ki a comb, akkor az lehet szexi, vagy egy ruhával az lehet szexi, mondjuk egy teltebb nőnek is, de ez inkább a hosszú, magas lányoknak áll jól. És életkor? Az így van. Melyiket szeretik, tehát gondolom, hogy azért egy 20 éves fiatal, nem tudom, hol kezdődik az, amikor már ilyen csizmákat vesznek fel a lányok, azok már ilyen 10 éves korban, nem? Igen, akár, de szerintem 10 alatt is. Tehát, hogy szerintem ez nem korfüggő, ez stílusfüggő. Leselkedem, és azt nézem, hogy ezek közt van-e olyan, amire ugyanúgy, ahogy elmondod a comb középigérőnél, hogy magas lányoknak jó, van-e olyan, ami megint csak olyan típus, hogy valakiknek inkább nem jó, vagy valakiknek kiemelte? Hát aki alacsony, nekik ajánlom a bokacsizmákat, de az nagyon-nagyon fontos, hogy magas sarkú legyen. Tehát aki alacsony, azt meg kell emelni. Úgyhogy az alacsony lányoknál nagyon ajánlom a magas sarkot, és a boka, vagy pedig a térd alatt érő csizmákat. És ami nehézség szerintem Magyarországon, ha valakinek vastag várlia van. Igen, pont ezt akartam, hogy a várlia azért a rövid csizmáknál szempont, mert mondjuk egy hosszú szárú térd alatt érő az elrejt egy vádlit. Igen. Hát akinek vastag a vádlia, egyrészt nehezen is talál csizmát. Ja, igen, vagy nagyon-nagyon keskenyek, nem tudják összehúzni. Nem tudják összehúzni, én gyakran hallom panaszkodni, hogy egyszer nem tudják összehúzni a csizmát, úgyhogy ilyenre jobb egyébként egy olyan csizma, ami gumírozott, és valamennyire rugalmas, és ugye a vastag vádlinál én azt mondom, hogy olyan térd alatt érdemes elvágni a csizmát, vagy bővebb szárú, tehát bővülő szárú, vagy rugalmas szárú is könnyebben meg tudják oldani. Aztán ott van például a vékony lábú lányok, náluk meg pont fordítva, hogy esetleg lötyög rajtuk a csizma, az is tud bután kinézni. Ott is talán jobb az, hogyha egy picit rugalmas az anyag, és akkor nem kell igazodni valamihez. Vagy például itt vannak ezek a díszített csizmák, most nagyon benn vannak ezek a díszített csizmák, például ez is tudja vastagítani a lábat. A minta miatt? A díszítésen mondom, hogy például a nagy díszítések, ha fönn van a csizmán, az optikailag megint nagyít. És
És amire a csizmánál felhívnám a figyelmet, ez a tárolás. Nagyon, nagyon sokszor találkozom azzal is, hogy a csizma hazatérve be van vágva a sarokba. Sose tegyék. Te is beszoktad vágni, fogadjunk. A csizma azért egy drága dolog. Igen, azért ezt ki kell támasztani. Meg ki kell támasztani, ki kell tömni. Rúzsa, hát kaptunk ízelítőt bőven, tényleg. Most eltelítettem itt a csizmákkal, bokacsizmákkal és hosszúkkal egyaránt. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Nagyon szépen köszönjük.